Magyarország az egyik legkevésbé mobilis ország. Ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon beszűkült ebben az értelemben is. Nincs mobilitás, sem társadalmi mobilitás, hogyha valakinek a szülei munkanélküliek vagy közmunkások, akkor jó eséllyel ő is közmunkás lesz. Ha valakinek a szülei orvosok, akkor jó eséllyel ő is orvos lesz. El tudják képzelni, hogy mennyi talentum veszik el Magyarországon azért, mert nem adjuk meg a lehetőséget a tehetséges cigány gyerekeknek a cigány soron, hogy ő belőlük is lehessen programozó, ő belőlük is lehessen bármi. És lehet, hogy az az ember lenne az, aki utána a ráknak az ellenszerét megtalálná. Ha mi megadjuk a lehetőséget neki, megadjuk azt a képzést neki, hogy ő kinyithassa számára a világot, és kinyithassa nekünk a tudományt. És a szegénység, amit az előbb említettem. Magyarországon óriásira nyílt az olló a szegények és a leggazdagabbak között. Említettem az angol királynőnél vagyonosabb Mészáros Lőrincet az egyik oldalon, és most, amikor Borsodban kampányoltunk az összefogott ellenzék jelöltjéért, akkor láthattuk mondjuk Ongán a cigánysort. Az, ahol nincs, az ajtó helyett függöny lóg. Amikor ugye Bogdán László mondta, annak idején 14 éves korában volt rajta először cipő. Nem ellenőriztem, de higgyék el, hogy van ilyen ember, aki dökútba eresztettek le annak idején. Tehát a szegénység és a gazdagságnak ez az ollója, ha ez kinyílik, még egyszer mondom, olyan talentumok vesznek el ebben a társadalomban, és hát itt a felemelés. A nemzetet nem lehet felemelni, ha a legszegényebb embereket nem tudjuk felemelni. Magyarországon nem csak a cigányság, de a cigányság jelentős része mély szegénységben él. Az ő lehetőségeiket nem használjuk ki, és egy állandó problémát jelentenek, nem csak a potenciális bűnözés miatt, hiszen akinek nem adnak lehetőséget ahhoz, hogy tisztességesen megéljen, az jó eséllyel tisztességtlenül akar majd megélni. Tehát nyilvánvaló, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy felzárkóztassuk a leginkább rászorultakat, és a szociális kérdés mellett ugye a cigányság másik aspektusa az előítéletesség. Egy olyan kormány van ma Magyarországon, amely gyűlöletkeltéssel tartja fönn a saját hatalmát. Azt a választást kínálja ma a választóknak, hogy szavazatok inkább a tolvajokra, mert legalább ők nem melegek, ők nem akarnak majd a gyermek, az óvodásaitokat nem akarják átszoktatni homoszexualitásra, ők nem fognak befogadni migránsokat, ők nem zsidók, ők nem cigányok. Orbán ezzel tud leginkább választást nyerni a legrászorulóbb, legszegényebb rétegben. Kutatások mutatják, hogy minél szegényebb valaki, annál nagyobb esélye szavazat Fideszre. Pedig ez a kormány, ha valami, akkor aztán semmit nem tett a szegényekért, vagy nagyon keveset tett a szegényekért. Közmunkát még egyszer mondom, én nem kritizálom, szerintem az egy jó, egy nagyon jó és hasznos intézmény. Nem ragozom tovább, egy dolog, ugye annak idején egy polgármester mondta nekem, még eszemben nem volt politikával foglalkozni, hogy van egy egyenes út, ami onnan kezdődik, hogy valaki elveszíti a munkáját, utána elkezd kocsmába járni, mert ráér, akkor odahaza már nem szívesen fogadják, előbb-utóbb kirakják, onnantól már hajléktalan is lesz, és egy teljes lecsúszás állapotában nyilván majd idejekorán befejezi az életét. A közmunka segített megfogni ezt, apuka, anyuka elmeri a munkába reggel, hazajön a munkából este. Ezt látja a gyermek. Még ha közmunka is, de van esély. Van esély fölemelkedésre is. Statisztikák tudom, hogy nem jók, nyilván ezen javítani kellene. Legtöbb részről beszéltem, Bogdán László mondta azt, hogy ketyeg a cigány plutónium. Egy nagyon jó cikket olvastam egy-két hónappal ezelőtt, önöknek is ajánlom arról, hogy milyen demográfiai kilátások vannak Magyarországon. Az elnéptelenedés, az előregedés és a cigányság már a gyermekeink körében több mint 50%-os részvétele. És ezt nem azért mondom, mert bármiféle rasszista előítélet lenne bennem, hanem azért, mert ez pont az a réteg. Ez pont az a réteg, akinek nem adják meg az esélyt a fölemelkedésre, aki nem kap megfelelő oktatást, lehetőségeket, szociális biztonságot, egészségügyet. Pont a lecsúszottabb rétegből lesz a szaporulat, és azok, akik megtehetnék, azok pedig nem vállalnak gyereket. Még egyszer mondom, az Orbán kormánynak a legnagyobb kudarca, hiszen annyi erőfeszítést tett, amit én nagyon nagyra becsülök, oly kevés eredmény.